Köszöntöm a Jégbüfé nézőit, Őrsi László történész a vendégem, abból az alkalomból, hogy Irgalomnak helye nincs címmel egy olyan kötetet adott közre, amelyről a következő 45 percben beszélgetni fogunk. Ebben a kötetben azok a kivégzettek vannak, azoknak az életrajzuk és sztoriuk, akiket az 56-os forradalom utáni megtorlás követő években végeztek ki. A követő évek annyit jelent, hogy egészen 61 decemberéig voltak, illetve hát akkor végezték ki az utolsó bűnösnek tartott embert. Nagyon sok dologban meglepő ez a könyv. Egyrészt azért, mert Őrsi László kínosan precíz, tehát hogy nagyon tárgyilagosan megpróbálja elválasztani és különböző csoportokra bontani azokat az áldozatokat, akiket a hatalom kivégzett a forradalom után, és hogy objektíven csoportosít, hogy miből áll ez az objektivitás, arról szól majd ez a következő 45 perc. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Tegeződünk, mert nagyon régóta ismerjük egymást. Engem nagyon izgatottá tett ez a könyv, mert nagyon sok meglepő tartalommal futottam össze benne. Nevezetesen azt láttam, hogy azok az emberek, akiket kivégeztek, és akik részt vettek az 56-os forradalomban, azok az emberek például nagyon nagy számban nem értelmiségiek voltak, miközben az a tévhit, most már azt mondhatom, hogy tévhit volt az én agyamban is, hogy nagyon sok értelmiségi volt az 56-os forradalomban, és hogy nagyon sok értelmiségi áldozat volt itt, meg azt látom, hogy nem. Hát pedig ugye a 80 vagy 9-ben, amikor ugye a Hősök tere, a nagy temetésen, amikor felolvasták ugye az áldozatokat is, meg a foglalkozásokat is, akkor azért látszott már, hogy azért elsősorban nem értelmiségiek voltak ezek a forradalomnak a legfőbb áldozatai. Igazad van, de akkor az ember nem ezt figyelte, nem tudom, tehát az egy nagyon hatásos és méltó és katartikus ünnepség volt tulajdonképpen az újratemetés, és akkor erre nem figyelte. Nem figyelte, de az a lényege, hogy akkor lehet, ez egész korán lehetett látni, vagy tudni, hogy azért elsősorban nem az értelmiség volt. Hogy ez miért így alakult, hát ennek az elemzésében nem fogtam ugyan bele, hát tényleg lehet egy olyan sok kirívó példát, mondjuk az I.E. Gyulát egyáltalán nem hál' Istennek, ennek örüljünk, de mégsem vonták felelősségre. Jó lehet, a versét valaki elszavalta, a zseniális versét, egy mondat a zsarnokságon, az már egyből a izgatás bűncselekmény alá került. Nagyon alaposan, igen, még pedig teljes joggal, csak egy példa, és még lehetne sorolni, hogy az értelmiséggel valahogy inkább kesztyűs kézzel bántak azért, mint a munkásosztályjal. Talán az is benne lehetett, hogy ugye a munkás hatalom úgymond, idézőjelben persze, ez azt vette talán legnehezebb, legkeserűbben a forradalom, úgymond nem a kádári győzelme után, a kádárik azt bocsánatták meg legnehezebben, hogy épp a munkás hatalom fordult ellenük. És ezért én benne lehet az is, hogy a kíméletlenség, a kegyetlenség, amelyek azon túlmenően, amennyit a paragrafusok még ott diktálhattak, ez is talán benne lehetett az, hogy erre nincsen írásbeli forrás, tehát nem tudni dokumentumot mondani, de azt lehet tudni, hogy az sérelmezték, fájdalmas volt Kádárik számára, hogy itt a munkásosztály, akiknek örülni kéne, hogy egyáltalán, hogy milyen előnyös helyzetbe juttattuk őket ugye a Horthy rendszer után, hogy pont azok fordulnak ellenünk, hát azért ez egy... Na jó, erről... Bocsánat, még egy érdekesség, hogy ítéletek formájában éppen egy ismert név, a Mansfeld Péter, egyik legismertebb 56-os... A legfiatalabb kivégzett, ugye, a legfiatalabb, 16 éves volt 56-ban. Pont a ügyész, a Mácsi György ügyész mondott valami ilyesmit, hogy az ő esetében nem számít, hogy munkás származású, másoknál számíthatott, de ő esetében nem számít, mert ugye és azt fejtegette, hogy aki ellene fordul a munkás, az osztályáradó, tehát ilyen szempontból akkor ez az előny, ez akkor illuminálódik.
kvázi. Tehát ez benne volt a megtorló agyakban. Bocsánat, hogy ezt az értelmiség, milyen kevés az értelmiségi az áldozatok között, ezzel indítottam, ami engem meglepett, mert azért van ennek egy normálisabb feldolgozási sorrendje, amit most magamra kényszerítek, már mint hogy a könyvednek, hogy nevezetesen egy-két alaptételt szögezzünk le. Az egyik az, hogy számszerűen hányan voltak az áldozatok. A te könyvedben tisztázódik az, hogy 226-an voltak, plusz 4 olyan, aki meghalt még a börtönben, de nem tudták kivégezni, félhetőleg kivégezték volna. És ez a 226 ember, ez lényegesen kevesebb, mint amiről a legendák szóltak. Hogyan jöttél rá, vagy te milyen alapon számoltad ki? Ugye hát az, ami a legendák, az, hogy a legendák, az még ugye a tabuk és a szocialista mitoszok idejéből származik, amikor ilyen nagyon nagy szerző, mint például Mérai Tibor, akit nagyon nagyon tartok, így hatalmas túlzásokat volt kételme. Ugye olyan 2000-1000 valami ilyesmit mondtam. 3000-et is írt. 3000-et írt, amit most már ugye látjuk, hogy milyen nagy túlzás, de más hasonló szerző, Dillomex is nagyon túlzott, ő is van 1000 körüli, 1000-2000 között, és mások is. Hát ugye azért van, ugye, mert a tabuk esetében mindig a túlzások jelennek meg a másik oldalról, és ez addig tartott, hát amíg a komolyabb kutatások meg nem kezdődtek, és már a nagy temetés időszakában is sem volt már ekkora szám. Ha jól emlékszem, ott 340 valamennyit, elnézést a számokkal hadilában állok, de valami 340-re emlékszem, valami olyan körüli, tehát akkor már nem volt olyan nagyon-nagyon létszám. És aztán a levéltári kutatásokban már ez a 230 körüli számok jelentek meg. Hát úgyhogy ekkor, tehát már egy jó ideje, tehát a rendszerváltás után 94 óta megjelent különböző szakmunkákban már ez körülbelül ennyi nagyjából a létszám a kivéletteknek. Jó pár esetben azonban vitatott, és látodott a bevezetésben, hogy írom is, hogy mi az, ami vitatott, ugye, és hogy ki hogyan fogja föl. Én azokat veszem a 56-os kivégzettek körében, akiket a ítélet vagy a vádirat, tehát ma megtorló hatóságok annak tartanak, nem mint ellenforradalmának, 56-os ellenforradalmának valamiképpen, a cselekménye összefügg a valamilyen módon az úgymond ellenforradalommal. Tehát mondjuk nagyon jó pár szemét kivégeztek mondjuk fegyverrejtegetésére. Ha nem lehet tudni, hogy azért rejtegették a fegyvert, hogy egy későbbi forradalmi megmozduláson legyen fegyverük, hanem csak azért, mert szeretik a fegyvert, vannak ugye ilyenek is, akkor azt nem vettem bele a 226-ba, csak azokat, akik politikai jobban rejtették el a fegyvert, hogy egy újabb forradalmi megmozdulás márciusban újra kezdjük, stb. Tehát annak érdekében. Tehát ez csak egy példa, is lehetne sorolni még, akár gyilkosságok, meg egyéb más ilyen is. Ezzel fölveszett a következő kérdéscsoportot, hogy nevezetesen az áldozatok, a kivégzettek között meglehetősen sokan vannak olyanok, ahogy én olvastam és nézegettem, akik egyébként köztörvényes bűnöket is elkövettek. Tehát, hogy elég deheroizáló ez a te megfejtésed, ahogy olvasgattam az életrajzokat, hogy rablásért elítélték, hogy különböző bűncselekményekért, by the way, gyilkosságért, hogy volt egy fiatal asszony, aki először közveszélyes munkakerülésért, amit nyilván mindenkire ráhúztak, akinek éppen nem volt, de aztán így az életrajzból ki lehetett deríteni, lopás, bolti lopás, ez az amaz. Ő is a halálra ítéltek között van, ki is végezték, de hogy szemmel láthatólag ezek nem ilyen 24 karátos forradalmárok voltak a szabad, ezt így megjegyeznem, és iszonyú sokan ahhoz képest, tehát egy olyan, ahogy így számolgattam, olyan 30-36 legalább volt, ha nem több. Ha nem több, így van. Hát így van, tehát nagyon különbözőek voltak az emberek, mint bármilyen embercsoportot, akit úgy kapásból ugye valamilyen úton-módon, akár a körúton látunk, tehát a legkülönbözőbb emberek, és hát voltak ezek közül is, akik közbüntényes cselekményeket elkövettek, azok között is nagyon nagy volt a különbség. Mert ugye volt olyan, akit más nem tudunk, mint mondjuk a
valamilyen lincselésben, emberölésben részt vett. Azt én külön kategóriának venném. Tehát én azt mondom, hogy én kb. 30 olyat találok, akinek egyéb ilyen kisebb, nagyobb súlyú, de közbüntény van még a számláján. És akkor van egy másik kategória, akik lincseltek, tehát akik konkrétan ávost nyűjtek, akasztottak, nem tudom én. Lehet, hogy egyébként igazi ávost, bár ezzel kapcsolatban azért vannak fenntartások, hogy akiket föl akasztottak, meg agyonvertek, hogy azok voltak, akiket elértek, nem feltétlenül az igazi ávosok, nem? De szóval, hogy van egy másik, egy gyilkos kategória, azokat se hívnám én olyan nagyon mártírnak. Én nem mondom, egy diát az... Te nem mondod, diát te nem mondom mártírok, de kivégzettek, még pedig 56 kapcsán. Tehát épp ezt kezdtem. De ha valaki rongyával egy másik embert, akkor arról azért, tehát hogyha meghínzol és agyonversz valakit, akkor az, hogy mondjam, gyilkosság akkor is, hogyha egyébként a forradalom eszméje, ott lebeg az egész fölött. Tehát azért is használom ezt a kifejezést, mert a morális kategóriákat ilyen szempontból kiveszem innen. Ha azt mondod, hogy mártírok, akkor azért nem tartanám jó címnek, mert a mártírok az valóban egy ilyen, annak van egy maga etosza, igen. És itt meg nincs egy etosza, mert annyira különböznek az emberek, míg a lincselőkörében is, ugye, hát milyen kategóriába tennéd mondjuk azt, aki valóban részt vett a lincselésbe, de utána részt vett a szabadságharcban is, még pedig nagyon áldozat készségesen, meg is sebesült lábát kilőtték, vagy ehhez hasonló, hát nem tudod kivenni onnan, de még azt se tudod kivenni, akik, és ilyet is tudunk legalább tízet, akik igazi forradalmi cselekményben nem vettek részt, viszont politikai okból részt vettek viszont lincselésben. Mert az is végül is, az, hogy megnincseltek a köztársaság téren ugye, embereket, bizony az is van, ebben mégiscsak politikai összefüggés se volt, mert nem azért ölték meg őket, hogy elvegyék mondjuk a vagyonát, vagy ehhez hasonló, hanem azért, mert a gyűlölt AVH, a gyűlölt régi az ASZEN rezsim emberei voltak. Nem, vagy legalábbis azt hitték róluk. Vagy azt hitték róluk, hát közvetlenül valamilyen szintben, mint nyilván védők. Nyilván azok voltak, igen. De. Védők, ugye, nem, ez is vitatott, ugye, mert volt ott mondjuk 22 sorkatona is, akik aztán végképp nem tettek róla, hogy levezényelték őket, és ővelük szemben voltak ugye értelmesen a legkegyetlenebbek. Hát ez a forradalomban sajnos ilyenek megesnek, nem jó persze, csak az eredeti kérdés, hogy a kategóriákat nehéz meghúzni, de ezek 56 miatt kivégzettek táborába tartoznak. Tehát ezek is, akik ugye ebben a dologban, ebben vagy a vidéken is voltak ilyen lincselésük, ahol ugye kocsmába benyomtak egy felest, vagy kettőt, hármat, és akkor utána nekiálltak ott rendet rakni, és ott is volt egy pár ilyen. Igen, de hogyha azt kockáztatom meg, hogy mondjuk 60-65 ember ebből a kivégzettek, az 56 után kivégzettek táborából a 224-ből, 226-ból, bocsánat, mondjuk olyan 60. A 60 lehetne mondani, akik kevésbé voltak valóban magasztos figurák. Ezt lehet 66, azt lehet ezért vagy azért vagy amazért 60, ami összejönne. Hát gondoljuk arra, hogy voltak olyanok is, akik alig-alig vettek részt a forradalomban, és kémkedés ügyben végezték. És olyan kémkedés ügyek voltak, amiért hát jogállamban is nagyon megdötték volna bokájukat. Tehát egy életfogyti közülük egy jó pár életfogyt. Hát a civilizált helyeken azért csak életfogytot adnak. Jó, csak mesélem, hogy nagyon komoly, nagyon komoly kémkedési ügy. Tehát alig vettek részt mellette a forradalomban. Éppen, hogy be tudtam tenni ebbe a csoportba, mert valamilyen kis kapcsolódás volt a forradalom. Nagyon érdekes, amit mondasz egyébként, ez már ott is megütötte a szememet, hogy a kémkedésért, hogy az minden kultúrállamban megkapták volna ugyanúgy a magukért, de hogy körülbelül az átlagember, amikor olvassa ezeket a történeteket, a legkevésbé a kémkedést veszi komolyan, hogy mit tudhatott egy vájár kémkedni, vagy nem vájár mondjuk, de nem feltétlenül az értelmiségiek kémkedtek ráadásul. Tehát de a katonák közül már, katona viseltek katona, már, igen. Katonák viseltek, vagy legalábbis azok közül többen, meg hát ott kiképezték őket egy csomó esetben ott nyugaton. Tehát kiképezték. Nem, én azt látom inkább, hogy egyrészt ez a szempont, de másrészt meg azt mondjuk, ugye, hogy ez a rémes Rákosi rendszer, vagy aztán később kevésbé, hát nem annyira elítélt Kádár rendszer, az más kérdés, hogy nekem mi a véleményem, de az általában nem olyan. Aztán majd bejön a személyes szálad is, mert van rá idő. Igen? De hogy hát mi azért gondoljuk ezt, hogy ez nem olyan, meg
Én azt gondolom, mert ez egy olyan borzasztó rendszer volt, hogy ez ellen ugye sik volt, vagy hogy nem csak pozitív szerepet játszott az, aki gyengíteni próbálta a rendszert. Tehát ezért is talán úgy gondoljuk, hogy az kevésbé. És ebben van is valami... Ja, de hogy a kémkedés az hazaárulás. Hát az legalábbis minden egyes állam, tehát ez mindenütt, minden egyes ország államban ezt nagyon szigorítélték volna meg. Így, egy legszigorúbb volt itt Magyarországon is emiatt. Sokkal kisebb is elég volt ahhoz. Sokkal apróbb dolgok is itt nagyon kemény ítéletekért. De van nekünk olyan 7-8 személyünk, akik nagyon benne voltak ebben, tehát nagyon súlyos kémkedési ügybe vettek részt. Úgyhogy a másik, amit nagyon objektívnek tartok, és fontos megemlíteni szerintem, hogy te nagyon finoman elhatárolod azt, hogy nem koncepciós perről van itt szó, ezeknél a bírósági eljárásoknál, ezek valóságos bírósági eljárások voltak, szemben mondjuk a Rajk üggyel, meg szemben tulajdonképpen a Nagy Imre féle pert leszámítva, ahol a végeredmény megrendelésre valószínűleg szovjet megrendelésre garantált volt. Így van, de azért az is annyiban különbözik mondjuk a Rajk és az egyéb ilyen klasszikus sztálinista perektől, hogy ott sem verték ki mondjuk a vallomást Nagy Imréből, a társaiból, hanem hagyták, hogy elmondják, mindnyájan elmondják az ő verziójukat, amit ők akarnak, azt mondották el, és abból a kommentárok időnként, nem minden esetben persze, azok voltak azok, amelyeknek elfelejtették a mondandókat, és tényszerűtlen állításokat is tettek. Ez elsősorban Nagy Imre és Malétere vonatkozik, a többiekhez kapcsolatban talán nem is annyira, és még voltak ilyenek mondjuk, amit tudunk, ugye, amit én legalábbis annak tartok, az Angyal Istvánnal szemben voltak ilyen koncepciós jellegű perek, de vele szemben is úgy, hogy ő elmondta, tehát meg is írta a vallomásában, olvasható is megjelent könyvben is, hogy ő hogyan emlékszik vissza Kádár Jánosra a tárgyalásra a parlamentben október 30-án, ezt a már a vádiratban meg a ítéletben átalakították egy olyan formában, hogy azért hívták volna ugye a Tűzoltó utcába Angyalék a Kádár elvtársat, hogy ott aztán fogságba vessék és kivégezik adott esetben. Ennek semmi alapja nincs, tehát ilyet tűztek be, hogy a ítéletet, a halálítéletet meg lehessen szabni. Az a megfigyelés, és a Földes Gáborral szemben is, aki pedig hát kivételes bátorságra tett tanúbizonyságot, amikor ott a mosonmagyarvári igen csak feszült helyzetben igyekezett ott azért meg elejét venni az erőszaknak. Mind a négy személyiség, akiről most beszéltünk, igencsak balos, és ezekkel szemben láttam azt, hogy a rendszer ezt nehezen tudta megemészteni, hogy egyszerre kommunisták és egyszerre ellenforradalmárok, és ez esetben kellett valamiféle rásegíteni a perekre, de mint erőszakkal megtalálni azt az ideológiát, aminek a... Nem ideológiát, hanem olyan tetteket. Igen, itt voltak ilyen konstruált dolgok, amelyek nem igazolják, semmi nem igazolja. Például Maléterrel szemben a korábbi partizán társa Uszta Gyula tett egy hamis vallomást, amelyben az üzenete az volt, hogy Maléter felelős, legalábbis nagymértékben a köztársaság téri vérengzésért, tehát ő küldte oda az embereket, ebből egy szó sem igaz. Tehát ezek a, és ő is lehet tudni, hogy nagyon valós volt egyébként a Malé. Tehát egy teljes, őszintén kommunista személyiség volt ő is. De ezek kirívó esetek, azt nagyon fontos hangsúlyozni, tehát általában a vádoltak majdnem 99%-ában nem történt ilyen, hanem az történt lényegében, ami a vádiratban vagy az ítéletben, nem azt mondom, hogy mindig tévedések vannak, de összességben a tényállás az frankó, az megállja a helyét, többségében vannak itt. Az ítélkedés az nem mindig állja meg a helyét, vannak olyan furcsaságok a lakói törvénykezés miatt, meg valószínűleg igencsak kíméletlen beállítottságú bíróságok miatt is, ami nem felétel indokolta volna sok esetben a halálra ítélés, de maga a tények, azok nem voltak, nem volt a tényállás. Azok valóságosak voltak véleményem szerint, ezt meggyőződéssel írom, és nem pedig koncepciósak, nem kitaláltak, majdnem az összes pert. Tehát valaki mondjuk harcolt a szovjetek ellen, azt kivizsgálták, hogy valóban harcolt, nem kitalálták az illetőre, hanem összegyűjtötték a tanukat, tehát, hogy végigcsinálták szabályosan a pereket. Végigcsinálták. Tehát én akkor van a véleményem, hogy igencsak komoly energiákat fektettek be a megtolhatóságok a tények feltárására.
bedobtak általában ugye besugókat is, jelentettek innen-onnan ugye az utcáról, vagy máshonnan is, tehát sok adatot megkaptak, és azokból hozták. Tehát az nem igaz, hogy ez hasonló volt bármiben is a régebbi, a 53 előtti perekkelhez hasonlított volna. Tehát itt nagyon, ez a desztalinizáció, hogy így mondjam, a szociális, a törvényesség, ezt is mondták, tehát egészen különbözött azért a Rákosi időktől, még akkor is, hogyha ezt nem mutatjuk az eljárásokat jogállami szempontból megfelelőnek. Tehát a kettő közötti állapot. Jó, a kivégzettekről még azt, igen, hogyha akarsz, csak közben én meg akarom kérdezni, hogy igazából milyen hátterű emberek voltak? Tehát, hogy van, fel tudsz állítani 3-4 kategóriát, hogy ilyen kis egzisztenciák, kispolgárok, valami szakmájuk volt, de inkább nem, semmilyen se. Jobboldali indítatás, családi háttér, mennyire volt jelen az antiszemitizmus? Én Stadienszky Évával egyszer csináltam erről egy beszélgetést, aki ezt kutatta. Igen, tudom, hogy még volt kollégám. Hát most először arról sok csoport, vegyük először azt, hogy honnan kerültek elő. Általában a többségük, a kivégzetteknek a munkás osztály, munkás családból, vagy paraszt családból származik, tehát kétkezi munkás voltak a szülei többnyire, és voltak ezek között ugye szakmunkások, kevesebb szakmunkás, inkább segédmunkás, és inkább ipari tanuló. És persze voltak ilyen úgymond deklasszált elemek, akik éppen állás nélkül voltak, és alvilági figurák is voltak közülük, tehát azt kár lenne tagadni. Kevés volt, ahogy beszélgetésünk elején is mondtuk, hogy voltak, de kevesebb volt, jóval kevesebb volt az értelmiség, az a kivégzettek közül. A politikai oldal, hát az messze menő kibalos volt, ellentétben azzal, ami most az aktuál politika igyekszik már elég régóta ráoktorálni a köztudatra. Hát a Horthy világ azt nagyon elutasodta, majdnem, nem azt mondta mindenki, a fiatalok majdnem mind. Mint mondtam, hogy ezek ugye általában kétkezi munkások voltak, és jól emlékeztek gyermekkorukra, a cseléd sorsa, hát az, hogy nem vették őt emberszámba se, és hogy milyen elképesztő nyomorban tengődtek abban az időben. És azért, és hát bármennyire is nagyon rossz véleménnyel vagyunk mondjuk a Rákosi rendszerről, ebből a szempontból, hogy lehetett tanulni, valamennyire megindult azért az emelkedésük a többségüknek, ez kétségkívül előnye volt a Rákosi rendszernek, de nagyon nem szerették ezt a borzalmas diktatúrát, ami volt. Hát se ez, se azt, hanem egy ilyen úgymond emberarcú szocializmus szerettek volna, meg volt a jugoszláv minta, ahol a üzemek, gyárak, és ez volt akkoriban a legvonzóbb, ezek tulajdonképpen a munkások, a munkás önigazgatás alá kerülnek. Tehát, és hogy ilyen, hogy ott tehát egy nagyon magas nézet, de nem diktatórikus ez a lényeg ennek. Tehát, és volt benne egyébként egy liberális követelés is, és azzal is nagyjából mindenki egyetértett, a szabad választások, titkos szabad választások is, ez is már benne volt a fiatalok 16 pontja között ugyan, de mégsem mondanám, hogy alapvetően liberális volt a közgondolkodás, szocialista, tehát ilyen balos, de nem, még nagyon fontos hangsúlyozni, a legkevésbé is egy diktatórikus felfogás volt, ami jellemző. Elszóltan egy-két olyan jobboldali indítatású ember is volt közöttük, volt olyan, akiről olvastam, hogy az SS-be belépett például. Igen, olyan az idősebb generációban már nem ennyi egyértelmű valóban. Azok közül voltak, akik valóban, kevesen, de voltak páran, akik az akár szélsőjobboldali 44-ben valami szélsőjobboldali csoporthoz tartoztak, de érdekes, és ez tényleg egy különleges érdekessége az 56-os forradalomnak, ezek már általában nem jöttek elő. Tehát ezek a szélsőjobboldali attitűdök nem jelentek meg, és ez legjobban megint csak visszakanyarodva ezekre a kádárista forrásokra, a legjobb példáját a keszthelyi négy személy is, aki emirát távolétükbe hozták meg a halálos ítéletet, az mind a négyen 44-ben kapcsolódás, gestapóval, SS-sel ezekkel volt a kapcsolatban, és lehet Epitheton Oranszként az ítéletben olvasható, hogy gestapósok, fasiszták, nácik, nyilasok, amit csak akarsz, de azt nem tudták rájuk húzni, hogy a forradalomban ezek az eszmeiségek bármiben is
megjelentek volna. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Ezt ne, nagyon szerették volna, és nem tudták, és nem is tették be. Ez is azt jelzi, hogy koncepciós, hamis dolgokat nem vittek be az ítéletekbe. Tehát ilyen általában, még egyszer mondom, általában. Itt sem. Pedig nagyon lehet látni, hogy nagyon szerették volna, hogy valami esélyt be tudtak volna tenni, hogy a forradalmat ilyen értelemben is hiteltelenítsék. Tehát nagyon kevés ilyen volt. És visszatérve a kérdésre, hogy ugye ennek kapcsán, hogy mennyire volt esetleg faji alapon, tehát mennyire volt mondjuk cigány ellenes vagy zsidó ellenes. Hát itt egy példát mondjak, én nagyon rosszat tartom Pongrácz Gergelynek a Corvin közcímű munkáját, de van egy nagyon jó mondat, ami az egyetlen mondat érdemes elolvasni, hogy mindegy volt, hogy ki honnan jött, hogyha a 16 diákok 16 pontjával, 16 pontjával egyetértett, akkor közöttük volt a helye. És ez igaz. Tehát semmiféle kirekesztés nem volt, soha nem egyet sem láttam olyat, hogy valaki cigány, akkor azért elküldték volna, és zsidókat sem. Úgyhogy hát ezért is van az, hogy sok-sok zsidó felkelő parancsnak is volt a pesti srácok között, jól ismert Angyal István, Nikkelsburg László is soha adnám, most nem sorolom, nagyon sokan voltak, mert az értelmiségiek közül is sokan részt vettek ugye a forradalom, Gimes Miklós például, de még lehet szintén sorolni. Tehát a forradalom fősodrában nem volt ilyen, az más kérdés, hogy amikor a forradalom győzött, akkor valahonnan előbuzogtak ezek a neobátrak, és akkor ők bizony antiszemita dolgokat kiabáltak be a házába, meg ijagadtak ilyen fenyegetés, szóval őnáluk előjött ez a 44-es, Reflex, igen. De érdekes módon, és ezt nem tudom, hogy lehet, hogy a forradalmárok körében nem nagyon volt. Tehát teljesen elenyésző. Budapesten pláne így volt. Vidéken tudunk róla, hogy voltak sajnos nagyon szomorú események az ország keleti részében, Hajdúnánáson, különösen Miskolcon is, és más helyeken is. De hát én nagyon-nagyon tartom a Standerszky éven. Hát ebben a kérdésben nem feltétlenül értek egyet vele. Tehát szerintem ez az antiszemita vonal, ez nagyon csekély volt az 50-as forradalomban, és a fővárosban pedig pláne nagyon csekély volt. Tehát nem ez volt a fő jellemző, még akkor sem, hogy bizony a zsidóság nagy része ezt így élte meg, félelemben élte meg, és ezt érthető, mert nagyon közel volt ugye a 1944-45-ös rémes időszak, de szerintem utólag lehetne ebből kicsit engedni, tehát fölülbírálni ezt az ijegységet, félelmet, mert érthető, és belátni, hogy az alapvetően nem ez volt a jellemző. Nagyon nem ez volt a jellemző. Igen, csak nagyon nehéz statisztikai igazságoknak helyt adni akkor, amikor személyes megélése más valaki. Hát jó, persze, mert volt, mondom, hogy ilyeneket én is tudok, hogy valaki bekiabált a házba, undorító dolgot bekiabált, és akkor attól ugye megijedtek. Hát persze, én is megijednék, nyilván. Tehát összességében ezek elhanyagolható dolgok voltak. És nem, Pesten, Budapesten nem is tudok nagyot, egy kivétellel, a újpesti kivétellel, ahol fizikai bántalmazásra lett volna, került volna sor a zsidókkal szemben. Én nem tudok mást. És az ávosok azonosítása zsidóként, az mennyire volt meg? Hát az tudatlanságból miatt volt. Tehát voltak olyanok, akik esetleg nem tudták, mi a különbség, meg azt, hogy az se, hogy az ávosok és a kommunisták, tehát vannak ilyen fogalmi zavarok, esetleg adódhattak. Úgyhogy ritka esetben ilyen is előfordult, de a legjellemzőbb az volt, hogy tömegben nem is volt nagyon célszerű zsidózni, mert azt esetleg nyakon vágták. Tehát az nem, a tömeg közhangulat az ellene volt. Ennek ellene volt. Annak az általános tömeghangulatnak ellene volt ez a kirekesztő attitűd. Légy szíves, azt mondd meg, hogy szerinted 56-nak a kezelése, a forradalomnak a kezelése, az átcsapott-e a totális ellentétjébe a rendszerváltás után, mint ahogy kezelve volt a rendszerváltásig. Tehát az ellenforradalomból, ahogy átmentünk a forradalom magasztosulásban és a hősök számon tartásában, hogy az tartalmaz-e körülbelül ugyanolyan túlzásokat, vagy kisebb túlzásokat tartalmaz, mint ahogy kezelték ezt a rendszerváltásig. Mert nekem mondjuk mind a két etapról vannak fogalmaim, neked is valamennyire. Persze, sőt írom is. Hát maga az, hogy forradalom vagy ellenforradalom, tehát én azt tartom, hogy igencsak egy szép forradalom volt, tehát nagyon ritka volt az olyan elmarasztalható cselekmény, mondjuk, mint a jól ismert köztársaság tér. Budapesten ilyen tömeges borzalom nem is volt, egy-egy elszorra volt természetesen, de hát az egy 2 milliós városról van szó, az alig ha elvárható, hogy a hordalék
ilyenkor ne kerüljön elő egy népmozgalom esetében, de azt kell mondjam, hogy azért igencsak kevés volt. Vidéken is előfordult, tömegesen csak, hát egyébként tömeg a Moson-Magyarovár és Miskolc mind a kettőt soha tüzelőzte meg, tehát valamilyen szempontból érthető az, hogy az emberek ugye hát igencsak föl voltak háborodva, hogy finoman fejezzem ki magam, de összességében azért ez egy szép forradalom volt, és nem legenda az sem, hogy gyűjtötték, ahogy a képeken látszik, hogy gyűjtötték az elesettek és a rászorulók számára pénzt nyíltan, és hogy a november 4-én a közmorális nagyon rendben volt, tehát tényleg vigyáztak önkéntesen a kirakatokra. A 4-én megbillent ez, akkor az volt a gondolat, hogy inkább mi vigyük, mint a szovjetek, akkor 4-én. Odáig szerintem ebben is, most kivételek megint csak vannak, tehát nem azt akarom, hogy senki, de alapvetően ez volt, sőt, meg is szégyenítették azt, aki lopni akar, tehát ez volt a közhangulat. Tehát ez egy forradalom, tehát ezért mondom azt, hogy voltak persze, ahogy szokás mondani, ellenforradalmi jelenségek, de alapvetően ez. Most a történetírás a másik része ennek a kérdésnek, abban egyetértek ezzel a felvetéssel, hogy az elfogultság, vagy az egyoldalúság, amit a Kádár rendszer történetírói írtak, az sajnos a másik irányú elfogultságban megtalálható a rendszerváltás után. Még most is, amikor már azért források igencsak rendelkezésünkre állnak, és nagyon sok esetben ugyanolyan jellegű elfogultságot tapasztalhatunk. Ez az én véleményem. Az a kérdésem egyébként, hogy anélkül, hogy megnevezném azokat az egyébként 1956 forradalmi cselekményeiben részt vett és életben maradt szereplőket, akik a rendszerváltás után részint az új elitnek az érdeklődési körébe kerültek, és ilyen hősként lettek felléptetve és körbehordozva, és parlamenti képviselői mandátumot kaptak, hogy őket vettük valóságos forrásnak, és ebből is származtak zavarok, vagy ez úgy nagyjából rendben volt. Tehát mennyire segítették a túlélők és a forradalomban résztvevőknek a személyes vallomásai, vagy a személyes történelem felfogása, az mennyire befolyásolta ezt a valóságot? Hát az emlékek azok is pont olyanok, amiket mondtunk, hogy ahány ember, annyi emlék, annyi is, egyrészt ugye emlékelő tehetség is van a világ, ugye, nagyon különbözik. Kongrácz Gergely, Wittner Mária. Igen, tehát egyrészt az, és másrészt a szándék, hogy ki mit, amit szándékosan akar mondani, és van, amit ugye el akar hallgatni. És hát ráadásul van egy nagyon hosszú idő, mondjuk a Pongrácz Gergely esetében kevésbé, mert ugye ő emigrációban volt, de Wittner Mária pedig a rendszerváltás után jó pár évig ilyen használható forrásokat, vagy használható dolgokat mondott, tehát azok még nem volt a gyűlölködés, sőt, az akkor egyáltalán nem volt jellemző rá, tehát akkor egy 8 évig teljesen jól lehet együtt működni. Mégis az a véleményem, hogy a levéltári források sokszorosan inkább használhatók a tények a múlt rekonstruálására, mint az emlékezetek. Hát ez ugye bonyolultabb dolog, mint ahogy ezt így egy mondatban ki lehet fejezni. Ugye általában az a vád ezekkel a forrásokkal, ami leginkább kézenfekvő a bírósági eljárások forrásai, ugye, hogy ezek a megtorlás céljából íródtak. Kétségkívül, de ez a paradox helyzet, ugye, hogy annak amellett, ugye, hogy nem szeretjük, akik ezeket a iratot előállították, mégiscsak ugye, ott sok-sok, egy-egy ügyről sokan megnyilatkoznak, és azokból az összességükben persze ott sok-sok ellentmondás van, hát persze, hogy a vádlott az igyekszik többségében taktikai jellegű vallomásokat tenni, menteni magát. Tehát aztán ugye van egy csomó más forrás is, ezekben a forrásokban, az együtteséből sokkal jobban ki lehet szűrni a tényeket. Szerintem egész jól ki lehet szűrni a tényeket, többségében jól lehet rekonstruálni. Az 57, ami 56, 57, 58, tehát nincs nagyon messze azért az eseményektől sem. És hát általában az történt ugye, hogy a hatóságok mondjuk a tanúkat kihallgatták, akkor ma egyből úgy kezdték, hogy egy fenyegetéssel, hogy igazat vallja, mert ha nem, akkor az igenis ilyen büntetéssel járhat. Uh-huh. Emberek nagy része, gondoljunk csak bele,
10 emberből hány az, aki ilyenkor nem azt mond, gondolja, hogy hát persze, hogy azt mondom, amit látok, mert akkor nekem nem lesz ebből sem bajom, nem lesz a családból sem bajom, mert ugye nem fognak emiatt engem elmarasztalni, tehát általában elmondják tényleg azt, amit láttak is. Ezért mondom azt, és aztán vannak nagyon hasznos források, a besugó jelentések is különben, amiket függetlenül nem szeretünk, persze nem szeretjük, ugye, de mégis paradox módon igencsak segít egy csomó esetben, hogy az illető mit mondott a börtönben, mit, ahhoz képest mit mondott a nyomozó előtt. Tehát ezeket már forrás kritikával ugyan, de össze lehet nagyjából rakni, hogy úgy azért a lényeg nagyjából azért rekonstruálható, míg a beszéd, a visszaemlékezés az nagyon ingatag, és hadd mondjak egy személyes példát, hogy az Őrsi István, ugye az apám többet is írt, és egy könyvet, a emlékezés a régi szép időkről, ami egy nagyon kiváló és szórakoztató és nagyon jó könyv, nem csak én mondom, szerintem ez általános vélemény, de amikor utána néztem az anyagoknak, akkor kiderült, hogy ő is tévedett egy csomó mindenben, annak ellenére, hogy ő nagyon akarta, tehát ő Oidipus módjára utána járt azoknak a dolgoknak is akart volna, csak nem kapta meg azokat az anyagokat, amiket én már megkaptam, de nem csak azért nem kaptam meg, egy másik kérdés, hogy azért meg egyszerűen eltűnt, tehát pehjük volt, mert akkoriban eltűnt, és valahogy előkerült. A pártállam slendriansága miatt eltűnt az anyaga, de aztán később valahogy, amikor halála után előkerült, és abból én ott ki is mutattam, vagy legalábbis igyeztem kimutatni, hogy mi az, amire Őrsi István rosszul emlékezett, pedig nagyon jól akart emlékezni, csak azért mesélem, hogy ilyen is volt a legjobb szándékkal, önkritikusan, tehát saját hogyha kiderült, hogy valamit nem valami heroizálható, akkor nem azt csinálta, amit általában sokan, hogy azt mondta, hogy az nem érvényes, az a vallomás, ezt nem mondta, hanem akkor azt ő tudomásul vette, hogy az nem sikerült, hogy az nem annyira heroizálható. Tehát érted, hogy mire gondolod? Értem. Ő ezt nagyon komolyan vette. Nálatok családi indítatás van arra, hogy tárgyilagosan ítéljetek meg dolgokat. Köszi szépen. Tehát ő tényleg ebben azt hiszem, hogy szinte azt kell mondjam, hogy én nem láttam még ilyet, aki ennyire törekedett volna, de ennek ellenére is sokszor emlékszik azért olyan dolgokra, ami nem történt meg, és általában a saját előnyére. Ez egy fontos dolog. Általában saját előnyére emlékszik vissza. Ezt azért mondom, hogy ha ő így tette, akkor én sokat tudunk olyat, akik szándékosan már egészen súlyosan megmástotta a tényeket, vagy a valóságot. Ugye, és ez a kérdés a válasz, hogy hát azokból nem nagyon lehet, nagyon nehezett, a töredékét tudnánk csak abból megállapítani, hogy rá lennénk szorítkozva a visszaemlékezésére, ahhoz képest, nyújtanak nekünk a levéltári források. Szépen beleforgattad magadat az én következő kérdésembe, nevezetesen, hogy a maradék időt szívesen felhasználom arra, egyrészt, hogy beszélj arról, hogy miért kezdtél te bele, miért lett 56 a mániád, az egész munkásságodat, kutatói munkásságodat, azt 1956-nak szentelted, és nyilván ebben számít, hogy az édesapád Őrsi István, aki egyébként nem az egész munkásságát szentelte 56-nak egyáltalán, de hát az ő életét, meg hiszen hát ő iszonyú jó versei voltak, színház közelben élte az életét, drámákat írt, szóval, hogy a papád egy irodalmi tényező volt, és mintegy mellékesen egy 56-os hős, de hogy az életében fele annyit se számított 56, mint a tiédbe, aki akkor voltál 2 éveske, vagy majdnem mennyi? Majdnem 2 éves, így van. Hát ez már nehéz, az utolsó megállapítás, ez már nehéz, mindig nagyon sokat számított neki, de nem történész volt. De mindig nagyon sok, 56 mindig egész. Mindig is nagyon, de teljesen igaz. Tehát én futólag ismertem csak úgy, hogy nem, igazából nem tudom. Szóval mindig is benne volt az agyában, nagyon fontos volt, fordulópont volt, de minden volt, 50 ugyan, de akkor is teljesen igazad van, tehát ő nem ilyen, hogy mondjam, csak ilyen szűklátókörön látta a világot, mint én. Hát ez csak egy kis idézőjel, de hát ebben foglalkozom. Hát ez azért is van, mert azért elég későn kezdtem el az értelmiségi pályát, tehát a rendszerváltástól, tehát 30 éve. Az pedig, hát persze volt indítatása a családnak ebben, mert nem csak az apám, de a baráti köre is, Dorn Baklózi, Litván Gyuri és a többi, lehetne sorolni, mind 56-osok voltak. De a sorsdöntő abban, hogy ez végül is ezzel foglalkoztam, az abból származtatható, hogy hát a rendszerváltás előtt ugye a szamizdatolásban benne voltam, nem úgy, mint nem észre, hanem csak karral, csak cipelgettem. Karizmával. Tehát cipelgettem, terjesztettem meg ehhez hasonló, és abban az időben olvastam mindent, amit lehetett 56-ról, ugye, mert ahogy szokás mondani, a tiltott gyümölcsnél nincs édesebb, tehát nagyon érdekelt, és amikor jött a rendszerváltás, akkor
akkor egy vitában, még pedig emlékszem, hogy Geréb Sándornak volt, Sándor volt áriás, kezdte fejtegetni a Magyarország című labban, hogy a Kossuth-téri sortűz az miért az ellenforradalmárok agressziója volt. Na, annyit tudtam már, hogy ez egy marhasság, és akkor elkezd, és erről akkor írtam az ésben, ez volt az első. Hogy az ellenforradalmárok fölmentek a földművelési minisztérium tetejére? Igen, ők voltak bizonyos nyugati forrásokból, ezt hozta ki, igen, így van, hogy ők voltak, akik lőttek a népre. Ebben most nem menjünk be részesebben szerintem, mert most azért ez egy külön téma lehet, azt gondolom. De a lényeg mégiscsak az, ugye, hogy annyit már tudtam, hogy ez olvasmány alapján, hogy ez abszurd, és ez emlékszem, 88-ban volt még, óriási nagy portfel fel akkor ez, telefonok, sőt Szabad Európa is bemondta, meg levelek, és akkor abból el tudtam kezdeni feltárni a Kossuth-téri sortűzt először, aztán utána jött az Angyal Istvánnak, megkaptuk a valahogy hátszéllel akkoriban már a periatát, és akkor azt lehetett földolgozni egy angyalkönyvet, és akkor ugye a felkelőkkel így kezdtem el foglalkozni, és akkor a Litván György meg is hívott akkor a alakulandó 56-os intézetben, akkor alakult 91-ben, akkor, és hát természetesen azt nagy örömmel elfogadtam. Hát odáig azért főleg fizikai szektorban dolgoztam, tehát szó sem volt. Azért, mert link voltál tanulni, vagy azért, mert nem engedtek tanulni? Nem, mert link voltam, tehát rémrosszul tanultam, bukdácsoltam, és úgy voltam vele, amikor vége volt, leérettségiztem, hogy minden csak tanulni ne kelljen. De aztán később levelezően elvégeztem egy főiskolát, mert már úgy, akkor mégiscsak muszáj volt már. De így volt, hogy nem lenne illő, hogyha ezt a Kádár rendszerre fognám, hogy azért nem tanultam. Én utáltam én a tanulást. Ami elvileg nem kizárt, hogy apukád azért mégiscsak be volt börtönözve, hogy azért nem feltétlenül várt minden egyetem. Nem feltétlenül, de azért itt megint a beszélgetésünk elején, amit mondtunk, hogy az értelmiségnek azért valamivel jobb helyzetben volt. Annak ellenére, hogy Őrsi István tényleg nem hajolt meg, tehát mindig küzdött a kádárista hatóságok, a kádári kultúrpolitikával, állandóan csatázott. Ennek ellenére mégiscsak azért... Kiadták a verseit. Hát van mindegyiket, sokat nem adtak, nagyon sokat nem adtak ki, börtöndarabját nem adták ki például, és sok minden más sem. De mégis több lehetőség volt, mint a melósok nagy részének, akik mindig mindenről kiszúrtak velük, ugye. Tehát végül is... Úgy tudom, hogy az értelmiségi 56-osok gyermekeit tudtak tanulni, mint hogyha akartak. Nem volt, aki bevoltva a tanulás ellen, mint én. De viszont egyik se, amennyire én tudom, tehát amennyire ismerem ezeket a gyerekeket, Vásárhelyi Mária szociológus lett, és szóval, hogy ennyire fókuszálni 56-ra rajtad kívül senki nem fókuszál. Hát, igen, mert ugye nekem akkor nem volt más, akkor ebbe belementem, és az 56-os intézet, és akkor utána tényleg ez volt a megkésettség miatt, ugye akkor úgy voltam vele, hogy legalább akkor ezt tudjam, úgyhogy akkor minden időben. És akkor ez kiválóan létre is jött, igen. Egy kivételt hadd említsek, a Kaposvári Színházról az írtam egy kötetet a kultúrpolitikai aspektusából, tehát ez egyetlen kivétel. De valóban összes többi más mind 56-ról szól. És a Kaposvári Színház apád miatt érdekelt, mert onnan voltak az ismereteid, vagy azért, mert... Hát ő itt is lehet mondani a családi intatást. Itt voltam melósként, díszítőként, pár hónapot dolgoztam is Kaposváron. De meg a döntő az volt, hogy akkor az intézeti projektben kiadtak mindenkinek valami reszortot, és ennyi volt a kádári kultúrpolitika. Amely nem örültem akkor, mert szerettem a 56-os dolgokat vinni tovább, de akkor utána már kezdtem meg szeretni, mikor ezt kitaláltam, hogy ez egy jó téma lesz, és akkor én is örülök, hogy ezt megcsináltam. De hát ez volt a döntő, ez volt benne, hogy akkor na most akkor ezzel kell foglalkozni, ugye a kádárista kultúrpolitikával, és akkor a témát kellett kiválasztani. Kicsit megcsúsztunk ezzel a bemutatóval, ezzel a könyvbemutatóval, mert jobban passzolt volna, hogyha október 23-a közelében csinálom meg ezt a beszélgetést, csak akkor nagy húzatod volt, és nagyon sok helyen bukkantál föl, illetve nem nagyon sok helyen bukkantál föl, de amiket én hallgatok, például a Klubrádiót, ott például igen. Úgyhogy van valami összegző mondatot, hogy az 56-os forradalom, hiszen nálad alig ha ismerik jobban, mármint kutatók, mert a résztvevő közül lehet, hogy pontosabban is ismerik a tényeket. A résztvevők azt ismerik, ahol voltak, nem az egészet, igen, hanem igen, igen. Akkor mondjuk azt, hogy ezt te ismered a legjobban.
tetetted föl rá az életedet, hogy van valami összegzés erről a forradalomról? Van egy alaptételed róla? Összegzés? Ha? Hát az az összegzés mondjuk, ami azért eléggé, hogy mondjam, csak nem túl eredeti, hogy azért a forradalom, 56 azért egy kivételes esemény volt az ország történetében. Tehát tényleg én is úgy látom, és az nem csak egy ilyen szlogen, hogy a nép meg a nemzet most kicsit persze, ugye patetikusan hangzik, de mégis egybefogott, mégis tényleg volt egy közös cél, és mégis a vezetés, ugye akkoriban az újság, a sajtó ezekben a napokban majdnem teljesen a társadalom akaratát fejezte ki, és tényleg az a forradalom, a győztes napokban tényleg mindenki a földtől 10 centire járt, tehát mindenki így fölmagasztasult, úgyhogy ez egy óriási esemény volt egyrészt az országon belül, és országon kívül is, hát soha ilyen nagy érdeklődése, figyelme és ilyen pozitív kicsengése nem volt a világ, hát főleg a demokratikus nyugatra gondolunk, aspektusából, mint akkor Magyarországnak, hát rengeteg, vagy 160 tudósító járt itt Magyarországon. Hát, van értelme összevetni a rendszerváltásra 89-el jelentőségében? katartikus mi voltában? Hát van, de hát az nagy különbség, hogy egyik forradalom volt, másik békés rendszerváltás volt, és hát az is, hogy a békés rendszerváltás az végig is alapvetően akkor úgy tűnt, hogy akkor az győzedelmeskedik, és nem ilyen rövid ideig tartott, mint ugye a forradalom, ami azért sajnos elég gyorsan elbukott. És azért a nagyon fontos ugye az is, hogy a rendszerváltás az inkább már ilyen, maga az alkotmányozás, meg stb. A törvények is, az már inkább ilyen liberális jogállam felé hajlott, nem pedig amit beszéltünk, ilyen szocialista megreformálásáról, és külpolitikailag pedig hát fontos ugye az, hogy a nyugathoz való csatlakozás nem a semlegesség, mert, ugye, és hát ez mondjuk egy fontos, ez egy fontos, hogy mondjam, csak újítás, hogy így mondjam, idézőjelben az 56-hoz képest, hát ezt az más kérdés, hogy ez most megbicsaklani látszik ez a nyugati irány, ami sajnálok persze, de a rendszerváltásnak mégis ez volt a fő üzenete. Tehát hihetetlen fontos volt az ország történetében. Az egyik ilyen heroikus küzdelem, a másik pedig az inkább a világpolitikának egy kedvező konstellációja, ahogy alakult. De mind a kettő egy nagyszerű eseménye volt azért a 20. századnak. Nagyon szépen köszönöm Őrsi Lászlónak a beszámolóját arról, hogy mi is történt 56-ban. A könyvének a címe Irgalomnak helye nincs. Az 56-os forradalom és szabadságharc kivégzett résztvevőiről lehet mindent megtudni. Ez volt a könyv és a kulturális termék megjelenítés. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm a figyelmet. Lesz jégbüfé jövő héten is, nézzenek bennünket akkor is. Viszontlátásra!